Köszönöm szépen a meghívást erre a rendezvényre, és érdekes előadások voltak, és hát már nagyon aktuális is volt itt ez az egész téma, és pillanat itt meg. Jó, és ugye negyed órán van, csak ennyit kérdezek. Igen. Hivatalosan igen, de mivel déltől egyik egy óra diszkuszió van, még két előadás van mögötted, tehát még éppen picit csúszol, akkor most abban a megbeszélésben, tehát most látod, nem vág le az emberek végét, de alapvetően negyed óra, igen. Jó, jó, oké, köszönöm szépen. Szóval én nem változtattam a címen, Virgácsot azt fogok osztani, visszamenőleg pár évre, mert most éppen nem voltam meghívva az utóbbi években a Mikulás ünnepségre a Fókuszpont által Virgácsot osztani, úgyhogy meghagytam ezt a címet, hogy megfigyelések egy online fórum üzemeltetőjétől, és ez egy nagyon jól megválasztott nap lett az előadásra, hogy nézzük itt május 14-e, Bikahava a javasnaptár szerint, és a heti javasolt jóga gyakorlatok erre a napra azok a fejállás, a hullapóz és a fekvő gerinccsavar. Ezeket szemléltetném itt a képen. Hát a internet egy végtelen forrása az ilyesmi képeknek. Tehát, hogy erről beszélünk. Na, a kérdés az, hogy mit főzünk, kezdjük a receptekkel. Hogyha berakok olajat, hagymát, sárgarépa, fehérépa, zeller, karaláb és hóbors paprika, akkor mi lesz belőle? Hát szerintem zöldségleves. És most megfordítjuk ezt az okokozatot, az a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogy mit kell belerakni a lábosba, hogyha túladagolásos halálesetek jönnek ki abból, amit főztünk. Hát szerintem egy ilyen tiltó, büntető drogpolitikát mindenképpen bele kell rakni komponensként, mert az igencsak elősegíti ezeket a jelenségeket. Egy kivéreztetett civil drogszakmát is hozzá kell csapni, mint tudjuk, a finanszírozás az olyan, amilyen vagy van, vagy nincsen, vagy ez a, nem tudom most hol tart, ilyen 300 millió egy évben a költségvetés az egész drogterületnek, amit most kéne tartani 10 másodperc szünetet, hogy mindenki nevesen vagy sírjon ezen, illetve hogyha hozzárakjuk még a mély szegénységet itt a kontextusban, valamint ezt a morális pánikkeltő médiát a Bika jelenség kapcsán, és megszórjuk még egy kis magyar egészségügyjel, amit tudjuk, hogy az ellátásba kerülés, illetve az addiktológia, az hát sajnos mik a lehetőségek, akkor kijön ez a túladagolásos halálesetes sztori, ami most éppen megy. Igen. Én igazából, hát nem, a fórum tapasztalatok, amik itt a címben szerepeltek, azokat igazából már úgy tavaly előtt összefoglaltuk egy remek tanulmányban, aminek a címe az volt, hogy az új pszichoaktív anyagok hazai kockázatértékelésének felülvizsgálata. Ezt Major Magdával és Kaló Zsuzsával együtt végeztük a Fókuszpont megbízásából. Ezt kicsit ismertetném, mert végül is ebbe vannak belevéve azok, amiket itt a fórumos végül is beszélgetések alapján is ki lehet szűrni itt az egész UPA, vagy hát a szintetikus kannabinoid jelenségről is. Megállapításaink voltak például, hogy a drogellenes harc a hátrányos helyzetű droghasználók, a betegek és szegények ellen irányul, és a kori adatok szerint az EU-ban egyetlenként Magyarország kriminalizálja az UPA fogyasztói típusú magatartás formáit. Ez szerintem az EU nem is nagyon tud róla, hogy Magyarországon ez a helyzet. Valahogy az IMCDD és annyira képben erről, mert azt hiszem, hogy sokkal lájtosabb büntetési tételeket olvastam az oldalaikon. Itt az a nagyon furcsa helyzet, hogy az új anyagok már a tényleges kockázatértékelés előtt kerülnek a büntetőjogi tiltólistára, ami egészen egyedi dolog, tehát hogy először betiltják, és utána kezdik el vizsgálni, hogy tényleg volt-e oka betiltani, más, mint hogy hasonlóság. A generikus szabályozás az, mint tudjuk, nehezen érthető és jogilag kétes, és hát ez erősen köthető a pszichoszociális és életkörülménybeli tényezőkhöz is, ezt Szécsi Judit is elég szépen elmondta már korábban, és stb. Stb. Ezeket most nem is venném végig, de hát talán ki kéne emelni, hogy a társadalmi és a társas kockázatok értékelése az eléggé hiányos, illetve hát az, hogy magának a tiltásnak a következménye milyen hatással vannak például ilyen dolgokról, hogy halálozások vagy hasonlóak. Tettünk egy másfél tucat javaslatot különböző jogszabálymódosításokra vonatkozóan, hogy miket lehetne végül is implementálni hát állami vagy kormányzati szinten, vagy minisztériumi szinten, vagy egyéb jogszabály szinten, illetve munkacsoport szinten. Ezeket nem is venném végig. Az egyik például az, hogy
Amerikában, hogy az elterelés lehetőségét lehetne kiterjeszteni a csekély mennyiségű UPA megszerzése vagy tartása esetén. Ez most úgy kapcsolódik ide a témához, hogy minden bizonnyal, hogyha valahogy bele lehetne vonni a rendszerbe azokat a szerhasználókat, akik most esélyesen csak szabásértési bírságot kapnak, vagy valamilyen büntetőjogi procedúra kezdődik el ellenük, akkor valószínű, hogy nagyobb lenne a hozzáférés ezekhez a közösségekhez, vagy egyáltalán valamilyen edukációt, vagy egyáltalán egy állapotfelmérést, helyzetfelmérést lehetne végezni. Hát ezt a szabálysértési törvénybe lehetne belevenni. Én kicsit stréber voltam, és így megkodifikáltam ezeket a jogszabályokat. Valahogy az a tapasztalatom, az emmi annyira nem jó a jogszabály kodifikációban, mert az UPA jogszabályokban már legalább 8-szor találtam kisebb-nagyobb lukakat a részükről. Úgyhogy a tanulmány kitér, csak nem tudom, hogy mi lett ennek a tanulmánynak az utóélete végül is. Hát ez 2 éve volt. Én ezt nem nagyon láttam nyomtatásba, de el tudom képzelni, hogy az emminél nagyon jó kezekbe került, és biztos nagyon hasznos, vagy hasznosítható. Most, aki állami alkalmazott, az legyen szíves, ne hunyorítson, hogy jobban kivegye az arcot a képen. Az a gond, az egyik legnagyobb gond, hogy ez az egész egy nagyon téves paradigmán alapul. Az egyik Kossuth klubos, talán pont KCKT konferencián egy nemzeti nyomozóiroda munkatárs volt, ha jól emlékszem, aki körülbelül ezt mondta, hogy minél több drogot veszünk jegyzékre, és minél több dealer csukunk le, annál kevesebb drog és dealer lesz a piacon. Ez egy nagyon szép matematikai, hát nem tudom, elmélet, csak egy gond van vele, hogy ez egy véges halmazzal, vagy hát két véges halmazzal dolgozik. Tehát, hogy fogunk egy halmazt, kihúzunk belőle elemeket, és akkor egyszer csak elfogy a halmaz. De ez sajnos nem így működik, tehát, hogy erre nincsen semmiféle bizonyíték, hogyha vesszük az ENSZ egységes kábítószer egyezményt 1961 óta, nem bizonyította ez az elmúlt 60 év, hogy egy drogmentes világ felé lehet valahogy így haladni ezzel, hogy büntetőjogilag kihúzzuk a drogokat meg a dílereket. Úgyhogy valamit ezzel kéne kezdeni, mert ez most már így elég ciki, hogy csak is rendészeti meg büntető tiltó beavatkozások által van megpróbálva kezelni ezt a jelenséget. Még 2012 óta szigorította a jogszabályokat, természetesen szankcionálta a fogyasztást, ami eredetileg nem volt szankcionálva, listára vett több mint 300 új anyagot, megötödölte a csekély mennyiséget 10 g-ról 2 g-ra, bevezette most évelejétől a jelentős és különösen jelentős mennyiséget, átsorolt kábítószerré rengeteg célistás anyagot, elítélt vélhetőleg több ezer új pszichoaktív anyagfogyasztót, illetve új börtönöket épített nekik, és utána meggratulálta magát. Itt idézném fel Vinci Katalinnak egy szerintem nagyon szép mondását, amikor azt mondta, hogy a fiatalokat a börtöntől kell megmenteni, tehát a drogos fiatalokat, tehát nem elsősorban a drog a probléma, hanem az, hogyha a drogból kifolyólag például egy ilyen börtönkarriert épít magának, mert más nincs lehetőségként. Drogtiltás következményei a folyamatosan beszálló új piaci szereplők, mivel hát ez a hidra jelenség, hogy hiába vágjuk le az egyik fejét, azért mégis ott marad a piac, és akkor mégis valaki más unokatestvér, rokon, barát, szomszéd átvállalja. Illetve most már a börtönből térő régi piaci szereplők is ismét befigyelnek, mert leülték azt a 2010 mondjuk 2-3-4 óta esedékes éveiket, és most hát gondolom ők se tudnak nagyon más csinálni. Úgyhogy ez egy új hullám lesz itt, tehát egy új régi hullám. A fogyasztó jogi kockázata mindenképpen növekszik, mert nem egyértelmű, hogy milyen szerlistás, milyen nem. Azért kevés díler tudja elmondani, hogy most a 4-fluorobutil, dimetilbutanoátnak a metil észteréről van szó ebben a pakban, vagy nem. A fekete piac, a B-lista részaránya nő természetesen, mivel áthelyezik a szereket a B-listára. Ezt én megjósoltam már 1000 évvel ezelőtt, hogy minél, tehát hogy igazából átveszi szóval a fekete piacnak a részaránya az csak nőni tud, mert azért az elején voltak a kannabinoid lefoglalásokból látszik, hogy mindig próbáltak azért szegények mindig lépni, úgyhogy akkor ne legyen már listás az új szer, viszont ugye azt is betiltották, akkor megint egy új nem listás szert hoztak elő, de most már ilyen nincsen, tehát most már minden szer az vagy célistás, vagy B-listás, most már csupa olyan piaci szereplő van, akik már bevállalják a büntetőjogi kockázatot, tehát nem lett attól
tisztább a piac, hanem igazából a nehezebb B-listás fekete piaci fiúk át, vagy lányok, meg transzneműek vették át itt a terepet. A piac láthatatlanabbá vált, e-mail listákon van a terjesztés, azért részt nem. Illetve bejött a Deep Web, meg a Darknet, most ez egy ilyen egész jó lehetőség, hogy ha jól tudom, ilyen kriptójövedelmek után csak olyan 15%-a az adó, úgyhogy ez egy nagyon szép pénzmosást lehet csinálni akkor majd ebből is. Hát igen, ilyenek a különbségek. A régi motorosok egy valamihez értettek, a higításhoz. Tehát kezdődve a 2010-es évekkel a szintetikus kannabinoidok, mondjuk ilyen klasszikus JVH 0,18, stb. 1,8-1,10 arányba higították, utána második, harmadik, negyedik generációs kannabinoidokat már 1,12-20-33-50-60 pluszba, tehát most már 2021-ben eljutottunk oda, hogy egy rész szintetikus kannabinoidhoz már 60 rész hát herbál hordozóanyagot kell hozzákeverni, hogy olyan higítás legyen, ami mondjuk nem üti ki az embereket, de mivel a régi motorosok azok most éppen tetoválják magukat és súlyzóznak valahol, valamilyen intézménybe, ezért az újak nem feltétlenül értenek ahhoz, hogy most akkor ebből hogyan kell higítani. És én ezt mondom, hogy nem az, hogy új drog és erősebb drog, hanem az, hogy ugyanaz a hatóanyag, csak nem tudják egyszerűen kikeverni az arányokat, és betonkeverő, meg házi tojássütő, serpenyő, meg ilyesmik vannak, akkor egyszerűen egyenletlen lesz, és valaki csak beüt ez valamikor, hogyha egy nagyobb rög kerül éppen a szervezetébe. A bűnöldöző szervek első számú eszköze a Google kereső, tegnapi kereséssel körülbelül 2020 eredményt dobott ki a herbálfüstölő keresőszóra. Itt az a tégé neve a Jamaican, Babylon, nem tudom, Dextert éppen nem látom itt, de hogy ezek a végül is egy ilyen félig meddig márka nevek lettek ezekből a régebbi, már kb. Hát 8-9 éve futó nevekből, vagy hát ezek nem is tudom, cégek nevek, vagy ilyen fantázia nevek. Úgyhogy érdekességképpen vannak domainek is, nem csak ilyen apró hirdetéses, hanem teljesen hudoménybe regisztrált boltok is, ahol névvel lehet vásárolni higítatlan port, ami szerintem az egyik legnagyobb probléma, mert ha higítatlan por kerül terjesztésre, akkor esélyesen valaki nem fogja tudni azt higítani rendesen, és akkor lesznek a halálesetek. Egy sajtó elrégezítés. Ez az újabb áldozatot szedett a Bika, ezt én átíratnám azzal, hogy újabb áldozatot szedett a bigott drogpolitika, mert hogy valahol itt van a Bika elásva, hogy ez valahogy nincs ezzel foglalkozva olyan szinten, mint hogyha akkora közöny van ez iránt, az egész dolog iránt politikai szinten, hogy ezzel már tök mindegy, hogy most van ez a konferencia, vagy 3 éve, vagy 6 éve, vagy 9 éve, ugyanazokat mondjuk, és itt is, ahogy nézem, itt politikai szintről szerintem senki nem képviseli magát, vagy nem tudja hivatalosan képviseltetni magát, tehát körülbelül ez a szintén benne van ebbe a fazékba. Én jogsegélyezni szoktam embereket, mert sokan fordulnak hozzám, megkérdezik, hogy mit tehetnek ilyen esetekben, és volt ilyen eset, hogy K. Vinetú rendelt 5+5 g anyagot, NAV lefoglalta, Vinetú szólt a feladónak, aki nagyon jó fej volt, és újra küldte a csomagot, plusz adaggal, és akkor NAV ezt is lefoglalt, és Vinetú ellen eljárás indult, jelentős mennyiségű B-listás anyag országba behozott talának gyanújával, mert hát a feladó benézte, és véletlen mellé nyúlt a lapáttal, és C-listás helyett B-listásot küldött, és ez egy 5-10-es büntetési tétel. A gyereknek mondták, hogy majd ha mind a két lábadon lakat lesz, akkor hogyan fogod magad érezni, és a gyerek mondta, hogy börtönbe tuti nem megyek, inkább kicsinálom magam, ami sajnos nagyon hajazít arra, amit a Széchi Judit mondott, hogy 3 eset volt a felmérésükben, akik öngyilkosak lettek ilyen körülmények között. Lehet, hogy nem a büntetőjogi, vagy egészségügyi, tehát hogy gyilkosságba is vezethet ez a penalizáció. Igen, ezt most reciklálnám a régi szlájdomat, ez ugye a büntető törvénykönyvben milyen dolgok következménye az 5-10 évig terjedő szabadságvesztés. Ezek sokkal menőbb dolgok, mondjuk bent a 4 fal között.
mint az, hogy egy ilyen újhegynyi valami kábítószer birtokolt valaki, ami éppen a szakértői becslés alapján már a jelentős mennyiség volt, és ezért osztották ki az 5-10 évet. Jó, akkor utolsó szlájd lesz, pont negyed órán van. Mit tehetünk? Hát nem tudom, szigorítsuk a törvényeket, nem hiszem. Még több pénz bűnüldözésre, hosszabb börtönbüntetések, halálos ítélet visszaállítása, ez biztos nagyon káros lenne, szerintem ezt meg kéne játszani valahol, illetve légicsapás Borsodra, az még egy egészen talán biztos, hogy nagy támogatást élvezne, de valószínű, hogy ezek nem működnek, és a megoldásom pedig az, hogy semmit nem lehet tenni, amíg a politika nem vállalja fel ezt a dolgot, és nem fogja felvállalni, mert nincs benne semmiféle érdeke, semmiféle érték nincs, ami mentén ebből tudna bármi tőkét kovácsolni a drogellenes gyűlölködés mellett, akkor igazából tök mindegy. Úgyhogy amit főztünk, hát azt kell megélni, háború okoz haláleseteket, és kiemelném azt, hogy már az USA-ban ez például egészen megfordult, a Nora Volkov, az a Nemzeti Drogabúzus Intézetnek a feje, és most mondta, hogy a függőségeket kezelni kell, és nem büntetni kell, ami nagyon hajaz már erre a régebbi elvre, hogy véget kéne vetni a drogháborúnak. Köszönöm szépen a figyelmet, 16 perc volt. Nagyon szépen köszönjük, hogyha itt ülne most egy rakat kormányzati szereplő, és most elkezdenek egy hatalmas kerekasztal vitát, akkor nagyon jó indítás lett volna ez az előadás is, hogy nyilván felvetettél egy csomó dolgot, ami folyamatosan kérdés, és igen, ilyen szembenézés. Köszönjük szépen!